Vendégünk a stúdióban Széki Attila Curtis. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Milyen érzés neked ezeket a képsorokat újra látni? Rossz érzés, főleg azért, mert nem ilyen ember vagyok, ami ennek beállítottak. Ez egy adott szituáció volt, ami sajnos nagyon-nagyon rosszul sült el, és próbálok. Tehát azt mondod, hogy van olyan helyzet, szituáció, ami indokolja a bántalmazást? Nem, nincs olyan szituáció. Akkor... Épp ezért mondom azt, hogy sajnálom ezt az egészet. De mit lehet azon, bocsáss meg, beállítani, hogy ököllel verted egy lánynak a fejét? Tehát az nem beállítás kérdése, azt mondtad, hogy sajnálod, hogy így állítanak be téged, de hát nem én, meg nem más ütötte annak a lánynak a fejét ököllel, hanem te. Tehát ezenek egy olvasata van, nem kettő. Igazából amiért idejöttünk, ugye az, hogy szeretném ezt helyrehozni, és eloszlatni magam fölött a felhőket, és amit mondtál, ugye már volt is koncert, amit családon belül erőszak áldozatainak csináltunk, ez két napja volt pont, a Petivel csináltuk. Én ott voltam. Ott voltál? Én beszéltem. Velem? Nem. Azért. Én, mint akinek... Nem találkoztunk. Nem találkoztunk, mert hogy én nem témával kapcsolatban írtam könyvet, mint magam is, aki érintett vagyok. És... Azért különösen nehéz ez a beszélgetés számomra. Értem. De ott a szervezők azt mondták, hogy téged azért hívtak meg, mert azt látják rajtad, hogy nagyon megbántad, és hogy nagyon szeretnél tenni valamit. Én meg azt gondolom, hogy túl sok fellépéstől estetek el, és ez konkrétan szeretnéd a visszájára fordítani azt, ami történt, hogy újra szárnyaljon a szekér. Nem ez van. Hanem? Nem értem, hogy most miért kell támadni. Ja, én nem támadlak, csak kérdezem. De azért igazából... Igazából ezt kérdezem, tehát, hogy ha lássam, hogy valóban mi a jogalapja annak, hogy... Az a jogalapja, hogy szeretni segíteni a családon belül erőszak áldozatainak. Ez az alapja. Mennyire tud hiteles lenni, ugye az előbb lejegyzeteltem szó szerint a mondatodat, eloszlatni magam fölött a felhőket. Ez igazából magad fölött, tehát rólad szól a dolog. Most elolvastam az internetet, amikor készültem a beszélgetésre, és azt nyilatkozza az ököllel megvert lány, hogy az fáj neki a legjobban, hogy még csak bocsánatot sem kért tőlem, még egy SMS-ben sem. Tehát az országtól, meg sok asszony, azóta ez már változott, ez még akkor történt. Azóta már beszéltünk, mi találkoztunk. Mind a ketten fontosak vagyunk azért egymásnak, szóval azóta már többször találkoztunk és beszélünk. És bocsánatot is kértél tőle? Természetesen. Bár nyilván, amit mondasz te is, hogy ez nem ilyen egyszerű, hogy most bocsánatot kérsz, és akkor ez semmisé válik. De sok támadásért téged? Sokan megtaláltak? Hát természetesen most, hogy aki megüt egy nőt, az ezzel számoljon, hogy ez lesz. Ezért szeretnék ezzel ellen tenni. Mennyire tudsz ebben a szerepben hiteles lenni? Hiszen egy picit olyan, mintha most a bankrablóra rábíznánk, hogy biztonságtechnikai eszközöket. Engem ez a része nem érdekel, hogy most rólam mit fognak mondani, hogy most hogy vezekelek, vagy álszent vagyok. Én segíteni szeretnék ezeknek az embereknek azért, mert hibáztam, és szeretném jóvá tenni. Mennyire vagy, még egyszer megkérdezem, a szerepben hiteles, hiszen a riportban azt hangzott el, hogy nem egyszer és nem kétszer ütötted meg ezt a lányt. Ezek után hogy mondják azt, hogy Curtis tesz a családon belüli erőszak, a nőkkel szembeni, a gyengébbek elleni erőszakért, amikor nem egyszer, nem kétszer, éppen most... ő beszél nekünk, bort és vizet, ugye? Bort iszik, vizet. Most, ami volt fellépésünk, szerintem az mutatta, hogy erre vevők az emberek is. Szeretnek engem, és ezt az egész dolgot, ami mellett kiállok. Én tényleg arra próbálok csak rájönni, hogy mennyi ebben az őszinte megbánás, és mennyi mondjuk a konkrét üzleti érdek. Tehát arról is lehetett olvasni, hogy sok fellépéstől estél el, sok olyan támogató, aki eddig volt az életedben, azok számára nem kívánatos személy lettél, hogy akkor ezt magyarázd meg. Fellépéstől estünk el, az pont az Újpest napoki volt, és nem ez az oka. Ennyi, most nem fogok bizonyítani semmit, mert nem ez az oka. Nem az fel, oka, hogy... fel van fel, nem ez az oka, hogy nem, az bántalmazottak oka, mellé szeretnél nem, állni. Az az oka, hogy szeretném jóvá tenni azt, amit elrontottam, plusz szeretnék ezeken az embereken segíteni, mert megérdemlik. Melyik embereken? A bántalmazott embereken. Hogyan tervezed ezt? Mert felhívod a figyelmet, és azt fogod mondani, hogy én is hibás úton jártam, én is vertem nőt, beláttam, hogy hibást is se tegyétek? Tehát, hogy mi ennek a módja? Még egyszer azt tudom kérdezni, hogy mennyire tudsz hiteles lenni, mert a segítőre, értem, ott a rendőr, ott a bíró, tudom, ott a szakellő. Előre megmondani nektek, hogy mennyire tudok hiteles lenni, bízom benne, hogy nagyon az fogok lenni. Beszéltél egyáltalán olyan nőkkel, akik bántalmazotti kapcsolatban éltek, igen, vagy akiket bántalmaztak? Voltam most egy alapítványnál, és
ott pont ilyen családok vannak elhelyezve anonim címmel, mert a férjük vagy éppen a családtagjuk keresi is őket akár, és ott voltam beszélgetni velük, és hát megosztó volt. Ők is először furcsán álltak ez a dologhoz, hogy én ott voltam, de a végén úgy váltunk el, hogy teljesen jó szájézés, barátsággal is. Mi volt a benyomásod? Tehát, hogy mi mennek keresztül azok a nők, asszonyok, gyermekek, akiket bántanak? Ez szomorú volt látni, főleg inkább a gyerekek. Ők akik igazán szerintem ennek az áldozatai, mert igazából ezek családok más dolog, mint mondjuk nálunk volt. De a gyerekeket jobban megviseli ez az egész. Az a, ha egy szóban azt kellene mondani, hogy mit érzel most, akkor tettrekészség, szégyen, mi az, ami egy mondatban vagy egy szóban? Én szégyellem magam. Köszönöm, hogy ezt elmondtad nekünk ma reggel. Én is köszönöm. Megnézzük, hogy mi lesz ebből a kampányban. Én is.